Előtte azonban egy női magyar kosárlabda csapatról, amely saját utánpótlására alapozva bejutott a legjobbak közé 2018-ban, sőt, ott meg is állta a helyét. Egy működő modell, az Enkel csata együttese következik. Csata! Egy igazi csata kiáltással kezdődik a csata edzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A felnőtt kosárlabda csapaté, amely mindössze 20,8 év átlag életkorú, de az előző szezonjában feljutott az NB1 alcsoportjába. Ez volt nálunk a cél, ugye, hogy megnyerjük a másodosztályt. Krisztián mondta is nekünk, hogy ha nem első helyen fogunk végezni, és úgy jutnánk fel első osztályba, akkor ő nem is vállalja ezt, hanem tényleg elsőnek kell lennünk, és csak úgy léphetünk első osztályban pályára. Irányváltás, átütés, tempó középtávolról! Alapjában az volt a kialakítása a csapatnak, hogy fiatalokkal dolgozzunk, és úgy törjünk be az NB1 alcsoportba. Próbáltam ezt az irányvonalat követni, és minden fiatalt bedobni a mélyvízbe, és kiegészíteni olyan rutinosabb magyar, illetve külföldi játékosokkal a csapatot, amitől működik ez a dolog, és tudunk meghatározó tagjai lenni az alcsoportnak. A két fiatal amerikaival és a rutinos nagy bújdosó Nórával megerősített csapat az alcsoportban is tovább halmozta a bravúrokat. Zsinórban 4 győzelmet követően átmenetileg a második helyre is felugrott, és az év végén is stabilan ott van a középmezőnyben. Nehéz volt azt felmérni, hogy hol is lesz a helyünk. Értelemszerűen volt egy viszonylag jobb sorsolásunk, de meg kellett nyerni azokat a meccseket. Tehát azt nem szabad elvenni tőlünk, meg a játékosoktól, hogy Zsinórban nyertünk 4 mérkőzést, és köztük 2 Európa kupás csapatot is sikerült megvernünk, úgyhogy ez továbbra is azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Az NKE csata sikereinek legfőbb összetevői között első helyen a tehetséges fiatalok állnak, akik közül az edzésről betegség miatt hiányzó Lelik Réka 19 évesen már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott. A házi gólkirály mellett 2 olyan 17 éves játékos is rendszeresen szerepet kap, aki a nyáron az utánpótlás válogatottakkal nagyszerűen szerepelt. Angyal Barbel vagyok, 17 éves és a posztom 1-es, azaz irányító. A 2001-es születésű irányító 171 cm magas és már évek óta a csatában edződik. A másodosztály megnyerése után a nyáron a 18 éven aluliak Európa-bajnokságán bronzérmes lett, az U17-es világbajnokságon pedig 4. Mányoki Réka vagyok, 17 éves, posztom bedobó. A szintén 2001-es Mányoki Réka 182 cm magas és bedobóként volt tagja a nyáron sikerre halmozó utánpótlás válogatottnak. Nagyon összetartó csapat vagyunk, ez lehet a titka, és hát meglepetés, inkább reménykedtünk benne, hogy jól fogunk tudni szerepelni, hiszen nagyon fiatalok vagyunk. Amúgy ez a nem nehéz kérdés, mert a titok az, hogy utánpótlásban szinte minden korosztályban nyernek, vagy nyertek ezek a játékosok, és azért olyan edzők dolgoznak velük, akiktől annó én még rengeteget tanultam. Az igazán veretes nevű edzőcsaládból kikerülő vezetőedző Tursics Krisztián is mindössze 26 éves, de biztos kézzel tartja össze a csípett csapatot. Úgy fog kezdődni, jó? Megmozgatod a védődet, de tolódsz lefele. Kelsey pick on the top. Mész befele. You roll. Fruzsina bump. Kötelező. Réka 45. Kipassz. And position Kelsey, oké? Okay? Neked dolgozni kell, már ide jönni kell elé. Be kell passzolni a labdát. Look inside. And then move. Fruzsina help. Réka befutás, Betty tolódik. And you play one on one, oké? Okay? Persze a pályán és a pályán kívül is sokat segít neki a csapatkapitány, másodedző és nem mellékesen anyuka szerepben is tündöklő Nagy Bújdosó Nóra. Próbálok a fiataloknak segíteni, amikor kicsit talán mély ponton vannak. Krisztiánnal is sokat beszélünk. A fiatalok tehát jó pályán vannak, de karácsonyra azért ők is kívántak valamit. Azt kérném, hogy nyerjük meg a bajnokságot, ha lehetne ilyet, de ha ugye a földön szeretnék maradni, akkor mondjuk a legjobb 6, azt úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép eredmény lenne, de a legjobb 8-al is teljesen elégedett lennék. A magyar felnőtt válogatott, azt szeretném, mert hogyha
ha ilyen nagyon nagyról beszélünk, ez a nagy vágyam, álmom, hogy az Euróligába játszhassak. A nagyobb célok azok, persze magammal megfogalmaztam egy-két gondolatot, hogy milyen jó lenne, hogyha elérnénk a hatodik helyet, és tudnánk európai kupa szereplést vállalni, de azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy álmok.